ismertettem az elején, ami egy tévedés volt részemről, mert föltételeztem, hogy mindenki ismeri. De azért elmondanám most, hát ha valaki nem tudja, hogy ugye most még lesz egy előadásunk Zsoldos Endre szájából, tollából, billentyűzetéből, utána senki ne szaladjon el, mert a csoportkép, az előbb látott csoportkép sorozat 2006-os példánya az első szünetünkben fog bekövetkezni, ugye, csoportkép, úgyhogy te se szaladjál nagyon messzire a fényképező apparátcsikkal. Jó. Tehát ugye, ez tényleg, most nem időt húzok, hanem tényleg, hogy a hallgatóságot ismerte, hallgatóságban tudatosítsam az eseményeket. Tehát még egy előadás, aztán szünet, akkor három előadás, déltől egyig, gyakorlatilag 65 perc, tehát ez egy egész kellemes szekció lesz, senki nem fog elaludni. Akkor lesz itt egy ebédszünet helyben. Szendvics, valami matéria, ami szájba betömhető. És aztán 1 óra 50-től lesz egy újabb 1 órás szekció, 1/4 óra szünet, és aztán 3-tól 4-ig lesz egy újabb 1 órás szekció. Tehát elég lazánra vettük a figurát, hogy egyszerre 1 óra, ez a leghosszabb, ez a reggeli szekció, ez a másfél óra, ez a leghosszabb. Utána már csak 1 óra, 1 óra 5 perces szekciók lesznek, legalább 1/4 órás szünettel elveszett, tehát senki nem fog meghalni. Fölkérem akkor a következő előadónkat, Zsoldos Endrét, dr. Zsoldos Endrét, az MTL, KTM, CKI. A te beosztásod sem tudom. Tudományos fő munkatárs, munkatársát. A változó csillagok osztályozásának kezdetei. No, pont útba vagyok. Hova álljak? Oda is állhatsz. Oké. Szóval ez a címe, és változó csillagászat történetében tulajdonképpen két igen fontos publikáció volt. Az első Szent Béla már említett Argelandernek az 1844-es Schumacher évkönyvben megjelent cikke. A másik szerintem Edward Tigottnak ez a cikke, ami 1786-ban jelent meg a londoni királyi társaságnak a Philosophical Transactions-ében. Az a címe, hogy a észlelések és megjegyzések azokról a csillagokról, amelyeket a múlt század csillagászai változónak gondoltak. Két jelentősége van ennek a cikknek. Az egyik, hogy akkoriban már fölhalmozódott olyan 40-50 változónak, vagy bármi módon ilyen fényváltozónak gondolt csillag. Ezeket ő kigyomlálta és kiválasztotta azokat, amiket érdekes módon azóta is változó csillagnak tekintünk. A többi az már ilyen vegyesebb, általában azok nem változóak. A másik pedig, hogy osztályozta is a csillagokat, és a szakirodalom az általában ezt tekinti a változó csillagok első osztályozásának. Hagen atya a változó csillagokról szóló hatalmas könyvében ezt kerekperecre is írja, hogy ez a változó csillagoknak a első osztályozása. Fölmerül a kérdés, hogy valóban ez volt-e. Tehát ezt felolvasom, elég apró betűkkel van, és nem biztos, hogy hátulról mindenki látja. Az ideig való csillagok megint háromfélék, úgy, mint először azok, melyek a fixa csillagok között támadván és bizonyos ideig feltetszvén ismét eltűnnek, de bizonyos időben megint feltetszenek. Ilyenféle csillagot említ Keplerus, mely 1601 esztendőben a hattyú mellyén, azám a neve egy bizonyos sor csillagoknak feltetszvén, és egész 26 esztendeig világolván azután eltűnt, de 1657. esztendőben ismét láttatott. Ez a P-cigni egyébként. Másodszor azok, melyek a fixák között vagy alatt egyszer feltetszén s eltűnvén, azután soha többé nem jelennek. Ferdrisz Mennyhárnak ítéletéből ilyenféle csillag volt az, mely a három egyiptuszi királyokot a született Krisztusnak imádására elvezérli vala. Harmadszor azok, melyek a fixa csillagok alatt támadván és bizonyos ideig, hol szakállal, hol farkkal láttatván, ismét elenyésznek. Arisztotelész és a követői az üstökös csillagról azt ítélték, hogy az mindenféle földi száraz, kénköves és salitromos gőzből összeforradván és meggyulladván, mindaddig forogna az égben, valamíg azon összeforradott matéria meg nem emésztetnék. A mostani filozófusok pedig igaz állandó és sűrű égi testnek állítják lenni az üstökös csillagot, ki bizonyos égi jeleken által lassan forogván igen ritkán láttatnék, és sok esztendeik lappongona. Az ékes magyarsággal megfogalmazott
íromány Bertalanffy Pálnak, Világnak két rendbéli rövid ismérete című könyvéből származik, ami Nagy Szombatban jelent meg 1757-ben, tehát jó 30 évvel Pigott cikke előtt. És ha valaki figyelt, az látta, hogy egy komoly változott csillagászati osztályozás történt. Volt egyrészt a periódikus csillagok, amik közül ugye a P-cignit említettem, nem egy kimondottan jó példa. Voltak az úgynevezett új csillagok, tehát amiket mi most novának vagy szupernovának nevezünk. Itt megint egy ostoba példát hozott, mert a mágusok csillagát említette. És a harmadik az pedig az üstökösök volt, ami majd ugye erre visszatérünk. Tehát Bertalanffy Melchior Weltriz nevű, végül is egy gisszeni orvos volt, de volt neki egy fizika könyve, amiben kétségtelenül ezt az osztályozást ő említette, de némi kis utána járással ez kiderült, hogy nem ő volt az első, hanem egy Johann Christoph Sturm nevezetű Altdorfi professzor. Ő az, ez egy könyv róla. A Matthesis Juvenilis című könyvének van egy kozmikus szekciója, én abban találtam meg ezt az osztályozást, 1704-ben jelent meg. Tekintve, hogy Sturm 1703-ban meghalt, ez már eléggé posztumusz mű, ráadásul második kiadás. Tehát az első kiadása az meg túl korán jelent meg ahhoz, hogy abba benne legyen, majd mindjárt kiderül miért. Azt egyébként nem láttam, nekünk ez van meg a második kiadás. Tehát Sturm osztályozása, hogy három csoportba sorolta a változókat, új csillagok, periódikus csillagok és az üstökösök. Hát látjuk, hogy ez szóra megegyezik azzal, amit a Bertalanffy maga is alkalmazott, csak periódikus csillagoknál ő jó példákat hozott föl, úgy, mint a Mirát és a Két Cignit. Egyszerű választása volt, ezt a kettőt ismerték akkor. Két kérdés adódik rögtön, ugye, hogy mit keresnek a változó csillagok osztályozásában az üstökösök. A másik, ami felmerülhet, hogy miért ki volt ez a Sturm, és miért pont ő találta ki ezt az osztályozást. Rátérünk arra, hogy ugye hogy kerülnek ide az üstökösök. A közép és újkorban elég jelentős fogalmi zűrzavar uralkodott, tehát az a szó, hogy csillag, erre latinul írtak, minden latinul volt, a bolygók is csillagok voltak, mint hogy magyarban is van a bolygócsillag, ugyanez a formula megvan a latinban is, tehát az, hogy csillag, az gyakorlatilag bármilyen égi testre alkalmazták, ugyanígy az üstökösre is alkalmazták azt, hogy csillag, ráadásul megjelent, akkor ez egy új objektum volt, tehát az üstököst is nevezték új csillagnak. Felcserélték a dolgot, tehát például Tycho Brahe szupernováját is tekintették üstökösnek. Tehát ez nem volt világosan elválasztva, hogy mi az üstökös és mi a csillag, tekintve, hogy nem tudták. Ugye nem lehet csillagászat történetet úgy előadni, hogy az ember ne térne vissza a régi görögökhöz. Ezt megteszem most én is. Ugye már a régi görögök is különbséget tettek a üstökösök különböző fajtái között. Most amit feltettek mindenki ismer, az, hogy volt a rózsa alapú, meg ilyen farok, olyan farok, amolyan farok, minket az nem érdekel. Egy másik osztályozása volt ennek az Epigenész nevű úrnak. Seneca idézte, most már magyarul is olvasható a prózai művek második kötetében. Tehát ez az Epigenész, ez bizánci epigenésznek nevezték, és állítólag Nagy Sándor idejében élhetett. Ő úgy vélte, hogy kétféle üstökös van. Az egyik az minden irányba szórja a fényét, anélkül, hogy a helyzetét változtatná. A másik pedig a csillagok között mozog, és a haj mintájára elnyúlt tűzzel. Hát nyilván az ilyen hajra gondoltak, mint az enyém. Tehát az első ezek közül az érdekes számunkra. Tehát ez az osztályozás ismert volt az újkorban is. Andrea Argoli, aki egy nevezetes csillagász volt, és például a Nagyszombatban is adták ki az efemeliseit a kalendáriumokban. Tehát ő írta meg ebben a könyvében, hogy nyilvánvalóan itt idézte ezt a felosztást, és megjegyezte, hogy az első csoport felel meg az új csillagoknak, második csoport felel meg az üstökösöknek. Na hát ekkor ugye már ismertek voltak az új csillagok, 1572-ben volt maga a Tycho-féle szupernóva, 1596-ban fedezte fel Fabricius a Mirát, 1600-ban volt a P-cigni, 1604-ben a Kepler-féle szupernóva az Ophiuchusban, stb. Ez egy aránylag korabeli ábrázolás a Tycho-féle új csillagról, ott a ujjával mutat rá a krapek. Na, ez csak azért
írtam le, hogy ugye mindenki emlékezzen, hogy mikről van szó. A 1572-es ugye szupernovát volt, aki üstökösnek tekintette, nem keverendő össze az amerikai elnökkel. Tényleg így hívták, hogy Georg Busch. Festő volt foglalkozására nézve, és egy észlelte rendesen a csillagot, és megállapította, hogy ez bizony nem más, mint egy üstökös. De a neve miatt elég népszerű mostanában. A 17. század közepére már 16, többet igazából, Riccolinak egy igen nevezetes műve, az Almagestum Novum, igen jelentős, rengeteget használták és idézték, ő 16 új csillagot sorolt föl, de nem volt osztályozása. Megjegyezném, hogy itt például a mírát kétszer felsorolta, mert a Fabricius féle mírát és a Holvarda féle mírát nem azonosított, hogy a kettő azonos csillag, hanem mind a kettőt külön vette, ráadásul mind a kettőt igen gyanúsnak és kevéssé valószínűleg reális objektumnak tekintette. Tehát ahhoz, hogy osztályozás legyen, ahhoz kellett a Kicigni felfedezése, ami egy másik míra típusú változó, ekkor ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a míra, meg a kicigni valami egészen más csinál, mint azok a csillagok, amik eltűnnek, és nem jönnek vissza többet. 1686-ban Gottfried Kirch fedezte fel. Most még valami kellett a osztályozáshoz. A Wittenbergben, ez egy evangélikus egyetem volt, és arról is nevezetes többek között, hogy rengeteg magyar járt oda. Tehát tulajdonképpen ennek teológiai alapja van, a isteni gondviselést tekintették úgy, hogy van a szokásos, és van a különleges. A különleges az az, ami tulajdonképpen a csodákat jelenti, amikor Isten valamilyen oknál fogva beavatkozik a természet normális menetébe, és valamit csinál. Amit mi úgy természetes okokkal megmagyarázni nem tudunk, és ez a különleges gondviselés. Erre szokták mondani, hogy ez nem természetellenes, hanem természet feletti beleavatkozás. És erre egy példa, itt van Jakob Schnitzlernek a leírás az, hogy oszthatjuk fel az álló csillagokat, tehát abszolút vagy relatív módon. A relatív módon az most számunkra érdektelen, az azt jelent, arra gondolt, hogy a adott csillagképben, amiben van, az a zodiákusban van alatta vagy fölötte. De abszolút módon ugye lehetnek közönségesek vagy különlegesek. És azok a közönségesek, amik mindig is ott voltak az égek, és igen, és azok a különlegesek, amik csak egy bizonyos időben, tehát magyarul ezek az új csillagok. Ugyanígy persze a bolygókra is föl lehet osztani, vannak a közönséges bolygók, és vannak a különleges bolygók, a különleges bolygók azok pedig az üstökösök. Másik, ami lényeges, hogy bár természetfeletti eredetűek ezek szerint, a Wittenbergiek szerint a új csillagok, de valódi csillagok. Tehát azokat a eleve teremtett csillagok közé helyezte be Isten, és teljes mértékben azokat a tulajdonságokat mutatják, mint a eredeti csillagok. Ugyanakkor például a Szent Iványi Márton, aki jezsuita volt, és Nagyszombaton szerkesztette a kalendáriumot évtizedeken keresztül, ő is megírta a saját véleményét az új csillagokról, ami szerint azok különböző kigőzölgések, amit a napból, vagy a csillagokból, és a nap megvilágít, és amikor is az úgy megcsillan, akkor látjuk az új csillagot. Most ez egy teljesen természetes magyarázat, az egyetlen bökkenője az, hogy ez nem csillag. Tehát nem olyan csillag, mint például a nap, vagy a többi csillag. Tehát ez lehet a magyarázata annak, hogy miért a Sturm, aki egy evangélikus professzor volt, nyilvánvalóan Wittenberggel kapcsolatban volt, ő alkotta meg ezt az osztályozást, és nem pedig mondjuk egy jezsuita. Ismerte a Wittenberg nézeteket nyilván, ismerte a Kicignit, tehát minden kész volt az osztályozáshoz, amit ő el is készített. Még egy érdekességet meg lehet itt említeni, akik hallottak már, ott tudják, hogy Ciprianus Leovitius az egyik nagy kedvencem, ez egy cseh asztrológus volt, és Tihó Napolta kortársa, 1574-ben halt meg, ha jól emlékszem, ő is megfigyelte az 1572-es csillagot, és egy ilyen kicsi, ilyen 4-5 oldalas nyomtatványt adott ki erről, még 1753-ban, ahol megemlíti, hogy ilyen régi krónikák böngészgetése közben ő úgy találta, hogy 945-ben is, meg 1264-ben is jelent meg azon a vidéken, ott a Cepheus meg a Cassiopeia körül egy-egy új csillag. Ő ennyivel be is érte, és a
Cicigni felfedezésénél az Acta Eruditorumban meg is jegyezte a Kirk maga, hogy hát ugye ez nagyon úgy tűnik, hogy lehetséges ám, hogy ezek is periódusok. Ez megint legalább 30 évvel előre hozta ennek a dátumát, hogy mikor merült fel az, hogy ez periódikus lehet, mert eddig a irodalomban 1720-as év, tehát 10-20-as évek közötti dátumot lehet olvasni, hogy ezt mikor vetették föl. Ennek aztán a későbbiekben volt jelentősége itt Magyarországon, de már erről is beszéltem itt eleget. Sturm osztályozása után feltehetőleg tőle teljesen függetlenül Helly maga is felismerte, hogy itt miről van szó. Itt azt írja a Míráról, hogy ez egyedüli volt fajtájából, míg a másikat a hattyú nyakában fel nem fedezték, ez a Cicigni maga. Ez egy 1715-ös cikke ugyanabban a folyóiratban, mint amiben Pigott aztán későbbiekben megjelentette. Sturm osztályozását azért sokan használták, de valamilyen oknál fogva ő nem volt túl divatos, ezért az ő nevét nem említették. Christian Wolff, aki egy igen jó nevű filozófus volt, és Magyarországon is nagy hatása volt, nem a csillagászata miatt, hanem a filozófiája miatt, pont ugyanezt a osztályozást használta egy szóról-szóra, de nem így, tehát nem úgy, mint a Sturm, hogy három részre felosztjuk, hanem felsorolta szépen, hogy vannak ilyen csillagok, akkor ott diszkutálta őket, vannak olyan csillagok, és aztán diszkutálta őket, tehát ez nem egy ilyen explicit osztályozás, csak úgy. Johann Friedrich Wedler szintén ezt az osztályozást használta, bár egy kicsit tovább fejlesztette, ő megint egy nagyon fontos ember volt a magyarországi csillagászat történetében, őt már jezsuiták is használták és idézték rengeteget. Ezekkel a alcímekkel ismertette a különböző fajta változó csillagokat, hogy csillagok, melyek régen ismertek voltak, de ma láthatatlanok. Erre példának a elveszett Plejádot hozta föl, ez egy ókori történet, mert szerint eredetileg a Plejádokban 7 csillag volt, de ma csak 6-ot látunk, és ennek a szabad szemmel, és ennek az az oka, hogy a 7. az, hát két okot sorolnak fel, hogy miért bújdosott el bánatában, az egyik az lehet, hogy ugye mind a többi 6 az Istenhez ment feleségül, ő meg egy halandóhoz, és ezért szégyenében, a másik pedig az, hogy Trója este miatt bánatában bújdokolt el. Ez a 19. század elejéig tartotta magát ez az objektum, az elveszett Plejád. A második osztálya az új csillagok, melyek régen ismeretlenek voltak, majd újra eltűntek és még nem tértek vissza. Ez az, amit mi most a szupernóváknak neveznénk, az 1572-es objektum a példalán. Akkor új csillagok, melyeket régen nem ismertek, de most láthatóak, hát ezek ilyen zűrös objektumok, valószínűleg semmi közük a változáshoz, hanem egyik katalógusban ilyen magnitudóval voltak, a másikban olyannal. Szóval új csillagok, melyek rendszeresen visszatérnek, hát mira ceti? Ezek a periódikus változók, és akkor a csillagok látszólagos fényesség változása, itt érdekes módon az algolt beleveszi, mert ekkoriban az algolt természete még nem volt közismert, arra várni kellett Gudrájkra, amíg ő kiderítette, hogy mit is csinál. Az a többit, amit felsorol, azok megint ilyen zűrös objektumok, tehát valójában itt a 5-ből 2 az ilyen gyanús dolgokat tartalmaz. Magyarországon is ismertek voltak ezek a osztályozások, a Bertalanffy félét azt már föl is olvastam, az volt szerintem az első magyar nyelvű említése a változó csillagok osztályozásának. Egy évvel korábban Klaus Mihály latinul már ugyanezt megírta, egyikük se hivatkozik Sturmra, mind a ketten Verdi-re hivatkoznak. Ezek után elértünk magához Pigotthoz, akinek a osztályozása az alábbi. Első csoportban vannak a hosszú periódusú csillagok, Miraceti, Erhidré, Pécigni, Cicigni, Erleonis, hát itt a modern neveket használtam, ő nem így emlegette őket. Új csillagoknál a példája az 1572-es és 1604-es szupernóva, a CK-Vulpeculé, ez a 1670-ben észlelték, ez a Cygnusban volt szintén, ettől függetlenül, hogy Vulpeculénak tulajdonítják ma. Itt azzal indokolta, hogy külön választotta a két osztályt, hogy a jelenség kétségtelenül nagyon hasonlít az első osztályra, azonban hirtelen megjelenésük, a bizonyos periódus hiánya, vagy legalábbis sokkal hosszabb tartalma, úgy gondolom, elegendő ok külön választásukra. És végül a harmadik osztály neki nem a üstökösök, hanem a rövid periódusú csillagok, mindjárt kész leszek. Algol, az étalantinoi, azaz ma Aquilé,
Beta Lyrae Delta Cephei. Itt Pigott könnyű helyzetben volt tekintve, hogy ezek Algolt leszámítva az összes többit ők fedezték föl, tehát ő meg Goodrike. Viszont az Algol esetében is a periódust a Goodrike határozta meg, tehát előttük senki nem tudta, hogy ezek rövid periódusú csillagok. Utána még egy továbbfejlesztést elkövetett Olbers 1816-ban. Új csillagok, hosszú periódusú csillag, rövid periódusú csillagok, ezekkel nincs sok probléma, ezek ugyanazok, mint Pigottnál, de utána megjelennek ezek a különböző zűrös objektumok. A P-Cygninél már ugye látja, hogy az semmiképpen sem periódikus, nem új csillag, mert ugye még most is látszik, tehát valamilyen hol változik, hol nem. És akkor vannak a folyamatosan csökkenő vagy növőfényű csillagok, ezek a tipikus katalógus változók, hogy az egyik katalógusban ilyen magnitudóban van, a másikban olyan, az Alfa Draconis, meg a Sigma Sagittarii, az is egy ilyen igen nevezetes példája annak, hogy össze-vissza írták le a magnitudóit. Aztán visszatérünk Argelanderhez, vele kezdődik a szisztematikus és professzionális változó csillagászata. Nevezetes cikkében ad egy észlelési eljárást, aztán később ő az, aki elnevezi őket. Ennek a konkrét időpontját és helyét nem igazán tudjuk. Tehát amikor először megjelenik, az a Humboldtnak a Kozmosszalban, az Argelandernek van egy rövid leírása a változó csillagokról, ott már a RST és a többi betűk szerepelnek. És hát ugye feldolgozza a régi megfigyeléseket, ez megint nagyon fontos, mert összeszedte őket különböző kéziratokból, és átszámolta ezekre a stufenekre, amiket a észlelési eljárásában is megadta. Tehát tulajdonképpen amennyire lehetett, homogenizálta a korábbi észleléseket, és ugye észlelte is őket. De ezeket hogy nyomozott ki? Tehát a nem ilyen egyszerű engedéllyel, hogy nem. Akadémiai csillagászat írasztott, amit a kezedben tartottál. Hát, csillagászat itt? Igen. Ja nem, már 1400-as években van a könyvnyomtatás kitalálása, jó, tehát igen. Annál régebbi biztosan nem volt. Igen, de olyan régen volt, hogy... rá, és köszönöm még egyszer az előadásodat, szerintem köszönjük még egyszer.